A tartományi mezőgazdasági titkárság összesen 370 millió dinárral támogatja különféle öntözőrendszerek, vízpumpák és áramfejlesztők beszerzését és a kutak felszerelését, továbbá fagyvédelmi takarófóliák vásárlását. A támogatás mértéke az elfogadható költségek 60%-áig terjedhet. A kedvezőtlen környezeti adottságú területeken gazdálkodók, a nők és a 40 évnél fiatalabb termelők esetében a költségtérítés mértéke akár 70% is lehet. Egy költségtérítésben a legnagyobb visszaigényelhető összeg nem lehet nagyobb 7 millió vagy 7 millió 700 ezer dinárnál. A mezőgép forgalmazók a szárazság miatt a gazdák jelentős érdeklődésére számítanak. Ma vannak olyan gazdák is, akik már előre vásároltak öntöződobokat, és már használatban vannak az öntöződobok, hiszen a tartomány mindig lehetővé teszi, hogy akár számlával is tudjanak pályázni a gazdák. Ebben az esetben ugye több előnyük is származik belőle. Az egyik előny az, hogy több pontot kapnak ilyenkor, hogyha számlával pályáznak, a másik pedig az nyilván, hogy egy szezont megspórolnak, és egy szezonon, abban a szezonban már, mikor megveszik, illetve átadják a pályázatot, már tudják használni az eszközt. Ez nagyon fontos ilyen osztályos időszakban, mert meg tudjuk menteni úgymond a termés mennyiséget. A biotermesztésben használatos munkagépek és felszerelések beszerzését segítő pályázati vonal keretösszege 14 millió dinár. Ez esetben a költségtérítés elérheti a 80%-ot is, azaz legfeljebb 2 millió dinárt. A mézfeldolgozó berendezések vásárlását 4 millió 650 ezer dinárral támogatja a mezőgazdasági titkárság. A költségtérítés felső határa 60%, illetve 70% lehet, azaz legfeljebb 350 ezer dinár. A pályázatok szövegét és a szükséges nyomtatványokat letölthetik a tartományi mezőgazdasági titkárság honlapjáról.